Zajlik az elosztó szerelék gyártása a szekszárdi villanyszereléssel, villamosgépek telepítésével foglalkozó Elektrolit Kft. Műhelyében. Ezen a helyszínen oktatják általában a diákokat is a duális képzés keretében. Ők a Tolna megyei szakképzési centrum egyik partnerszervezete. A cég ugyanis évek óta foglalkozik villanyszerelők képzésével is. A tanulók a duális képzés keretében nyilván először az első évben még a szerszámokkal ismerkednek, illetve az alapvető technológiákkal, de nagyon hamar, ugye főleg majd mostantól a másodikbe fogjuk őket átvenni, megkapják azokat a feladatokat, amiket a villanyszerelők nyilván nem azzal hatékonysággal kell elvégezzék, és nem egyedül, hanem mindig áll mellettük valaki, de ugyanazt a feladatot végzik. Az mit jelent? Alapvetően két területen dolgoznak, egyszer kint dolgoznak, mint effektív a villanyszerelés kint a munkaterületeken, itt a falvéséstől kábelhúzáson át a szerelvényezésig terjed a feladatuk, a másik, akik pedig talán a elméletben legfelkészültebb kollégák, leendő kollégák, ők pedig a műhelyben kapnak olyan feladatot, ami az elosztó berendezés gyártással összefüggésben vannak, tehát adnak részfeladatait kell megcsinálják. A szakképzett oktatók segítségével közel 90 villanyszerelő tanuló sajátította már el ennél a cégnél a szakmát. Egy kicsit nagyobb elvárásokat lehet majd a diákok felé megfogalmazni. Ugye sokkal többet kapnak, mert ugye eddig egy ösztöndíjat kaptak, most pedig fizetést fognak kapni. A fizetésért cserében ugye munkaszerződést kell kössenek, tehát hasonló szabályozás fog rájuk vonatkozni, mint bármely más munkavállalóra, nyilván figyelembe véve az életkorukat. Ez részben segítség, és részben egy társadalmi felelősségvállalás. Édesapám ugye oktató volt, szakmunkás oktató, és világéletében ez nagy hangsúlyt fektetett a szakmunkás képzésre, és ezt meg is őriztük. Nyilván ezt adjuk, és amit megkapunk, az cserébe az, hogy van utánpótlásunk biztosan, tehát azért már évek óta a 70-80% az új felvételis kollégáknak az a saját nevelésű gyerekekből kerül ki, a legjobbak megkapják a lehetőséget, hogy nálunk dolgozzanak. Évente egy-két diáknak kínálnak állást a cégnél. Az Ipsum Tech Kft. Saját oktatási rendszert is kifejlesztett már, ami segítheti az új képzési rendszert. Ez a mi kezdeményezésünk, ez én azt gondolom, hogy az egyik pillére lehet annak, hogyha a szakképzési centrummal, illetve oktatási intézményekkel együtt dolgozunk, akkor ez egy komoly pillér, hogy az itt szakmai idejét eltöltő diák tanuló ne csak egy, mert ugye folyamatosan nem tud mindig a mestere mellett lenni, nem tud mindig konkrétan szerelési vagy javítási, karbantartási tevékenységet folytatni, hanem vannak olyan időszakok, amikor ugye egy kis tantermi oktatás is kell neki. Ezt pótolja, illetve nagyon sokan kérdezték, vagy kérték tőlünk azt, hogy ha ők hazamennek, és mondjuk végeznek egy tevékenységet mondjuk a gyakorlatban, szeretnének az elméleti dolgainak is utána nézni. És mivel hogy a mi oktatási programunk távoli elérhetőségű, távolról is elérhető, és otthonról, hogyha a diákok akarják, akkor ezt meg tudják nézni, akkor ezt pótolni tudja, illetve segíteni tudja az ő szakmai fejlődésüket. Sokan beleütköztek már abba a problémába, hogy az iskola elvégzése után nem tudtak elhelyezkedni, mert mindenhol kérték a 2-3 éves szakmai gyakorlatot. Erre is megoldás lehet az új duális képzés. A korábbi képzési rendszer azért nem helyezett ekkora fajsúlyt a gyakorlati helyeken eltöltött időre, és most talán ez az új duális képzésnek meg lesz az előnye, hogy a diákok az intézményes oktatási kereteken belül olyan sok időt tudnak eltölteni a gyakorlati képzőhelyeken, ahol szinte ezt a több éves gyakorlatot ugye magukra tudják majd venni, mert hát valljuk be őszintén, eddig ez úgy volt, hogy a végzettséget igazoló okmány megszerzése után kikerültek az életbe, és ha benne is maradtak a szakmába, akkor még legalább 2 vagy 3 évet el kellett tölteni egy mester vagy több mester mellett, hogy azt mondhassa magáról, hogy na kérem szépen, én már egy önálló munkára alkalmas szerelő vagy mester vagyok. Na most ezt, hogyha a duális rendszert jól csináljuk, és ezt a duális szakmai képzést jól csináljuk, és kiegészítjük azzal is, amit az elején elmondtam, hogy van egy ilyen speciális belső oktatási rendszerünk,
akkor szerintem ez pont az intézményes oktatási kereteken belül abban a 2-3 évben is szerintem meg tudjuk oldani azt a gyakorlati idő megszerzését, ami hát a korábbi oktatási rendszerben ugye nem volt lehetőség. A duális képzés legfontosabb célja, hogy a diák a tanulmányai végén piacképes tudás birtokába jusson, és azzal el tudjon helyezkedni a munkaerőpiacon. Ennek érdekében kulcsfontosságú a gyakorlat megszerzése, a szakma vállalati környezetben való elsajátítása. A Tolna Megyei Szakképzési Centrum kancellárja azt mondja, a szakképzés megváltoztatása is ennek érdekében történt meg. Több újdonság van, ami érinti a duális partnereiket és a diákokat egyaránt. A korábbi tanulószerződéssel szemben munkaszerződést fognak kötni. Ez a munkaszerződés már nem ösztöndíjjal, hanem bérrel jár. Ez a minimálbér 60%-át terjedő bérként fogják a tanulók megkapni. Nagyon fontos, hogy ez a munkaszerződés, ez nyugdíjalapot is képez, társadalombiztosítási jogosultságot is keletkeztet, tehát ez mindenféle szempontból előnyös a tanulók számára, illetve a vállalkozások számára is. A szakképzői iskolában a 3 éves szakmunkás képzésben is jelentős a változás, ott a 10. évfolyamtól vehetnek részt a tanulók a duális képzésben, a 10-11. évfolyamon fognak várhatóan nagyon sok cégnél ilyen jellegű képzést végezni. Nagyon jelentős változás továbbá, hogy mindenki, aki belép a képzésbe, illetve aki már belépett szeptember 1-től, akár technikumba, akár szakképzőiskolai képzésbe, ösztöndíjra jogosult. A műszaki területen, építőiparban és a turizmus-vendéglátás szegmensben mutatkozik legnagyobb igény a tanulókra Tolna megyében.